Néptánccal és hagyományokkal megyünk tovább, egészen pontosan magyar néptánccal Amerikából. Kovács Dénes, a Debreceni Népi Együttes táncosa nemrég tért haza Los Angelesből, ahol a magyar néptánc gyökereit erősítette. Szervusz, köszöntelek itt nálunk, köszöntelek újra Magyarországon. Köszönöm. Kezdjük az elején. Hogyan kerültél Kaliforniába, és miért pont oda? Ez egy nagyon jó kérdés. Szeretném egy kicsit reklámozni is ezt a Körösi Csoma Sándor programot, melynek keretein belül párommal eljuthattunk mi is Kaliforniába, a Los Angeles-i magyarsághoz. Ez a program arról szól, hogy a világba kiküldenek körülbelül 150 magyar ösztöndíjast, akik a diaszpora szervezeteknél működnek, magyar történelemmel, néptánccal, cserkészettel, mindenki a saját tudásához mérten tudja segíteni a diaszpora szervezeteket. Mi ugyebár párommal régóta táncosok vagyunk, így hát mi nekünk adott volt a feladat. És Kaliforniában. Mi is az a feladat pontosan? Igen. Los Angelesben működik már immáron 55 éve egy együttes, a Kárpátok Néptánc Együttes, amely lényegében éveken át ilyen önműködő, gyakorlatilag saját magukat tudták ott tanítani, saját magukat tartották fenn, és a program gyakorlatilag egy esélyt ad nekik arra, hogy Magyarországról is kaphassanak egy kis, ha így mondhatom, vérfrissítést, és hát így tudtunk oda kerülni párommal, és tanítottunk mi amúgy még egy jó pár szervezetnél is, de az majd egy következő téma. Ha már vérfrissítés, mind a kettő hatalmas múlttal rendelkezik. Mi a különbség a két együttes között? Igen. A Debreceni Népi Együttes ugyebár itt Debrecenben már, igen, most már 70 éve működik, most lesz fennállásának 70. évfordulója. Talán egy kicsivel könnyebb helyzetben van, ugyanis mind a kezdetektől fogva az együttes gyakorlatilag szakmai vezetők által működhetett. Ez a táncház mozgalom itthon esélyt ad arra gyakorlatilag az amatőr együtteseknek is, hogy akár még profi szinten is el tudják sajátítani a magyar néptáncnak a rejtelmeit. A kinti együttesnek sajnos ez viszont nem mindig tudott megadatni, mert nem mindig volt együttesvezető pont mindig volt, viszont tánckarvezető, mind a férfi tánckar, mind a női tánckar részéről, ez egy új dolog volt. A szerep, amelyik megtalált, mennyire érzed magadénak? Hogyan érzed magad ebben a tánckarvezetői szerepben? Hát én nagyon éltem ezt a feladatot, én nagyon jól éreztem magam, párom is nagyon jól érezte magát, ugyanis mi az elmúlt, hát mondhatni, én 20 éve táncolok körülbelül, eddig mint táncos próbálhattam ki magam, és most ez egy egészen új dolog volt, hogy a tánckarvezetői feladatok, koreográfia, szerkesztés, csoportvezetés, ezek mind ilyen izgalmas feladatok voltak. Én nagyon élveztem. Szeretsz egyébként tanítani? És ha már a tanításról van szó, mennyire tanítjátok kint a gyerekeket, akár a magyar nyelvre, akár, ahogy mondtad, a cserkészetre, tehát bármi, ami igazi magyar. Igen, nagyon megszerettem ezt a tanítást, főleg ennek a magyar kultúrának, ennek a nagyon szép és egyedi kultúrának a továbbadását, legalábbis ezt megpróbálni, ha lehet így kifejeznem magam. Nagyon megkedveltük ezt párommal, ugyanis nagyon hálásak voltak minden tekintetben. Ugye említettem, hogy nem csak a Kárpátok Néptánc Együttesben tanítottunk, hanem Los Angelesben működik egy hétvégi magyar iskola is, amelyben minden vasárnap reggel 9 órától délután 2-ig órarendi szinten tanulnak magyar gyerekek, egészen az apró óvodásoktól kezdve a kamaszokig, 4 csoportban, és így az órarendjükbe bele volt építve ez a magyar néptánc is. Itt tudtunk gyerekekkel is foglalkozni, egészen mondom az óvodás korosztálytól. Azon kívül Los Angelesben működik 3 cserkész csapat, ahol szintén óvodás korosztálytól kamaszokig tanulhatnak magyar cserkészetet a fiatalok, és hát a cserkészetnek szerves része a természet, szerves része a kultúra, így hát magyar néptánccal is foglalkozhattak. Törekednek egyébként a kinti magyar szülők, hogy a lehető legmagasabb szinten műveik a magyar nyelvet a gyerekek, illetve hogy ápolják a magyar hagyományokat? Fontos ez nekik? Hogy érzékeled? Hála Istennek úgy tapasztaltuk, hogy ez nagyon fontos, ugyanis azt lehetett tapasztalni, hogy azok a magyar szülők, akik vagy már kint születtek Kaliforniában, tehát gyakorlatilag amerikai állampolgárok, de mégis felmenőik magyarok, vagy pedig kivándoroltak Magyarországról, nagyon fontosnak érzik ezt a magyar kultúrát nem csak megőrizni,
és ebben élni, tehát gyakorlatilag egymás közt magyarul beszélni, magyar ételeket főzni, magyar rendezvényeket szervezni, hanem hogy a gyermekeiknek ezt az egész csodát, ezt megmutatni és továbbadni. Mennyire összetartóak kint a családok? Azért sokszor azt érzékeljük, hogy a diaszpórában élő családok még inkább összetartóak, mint mi itt az anyaföldön. Igen, igen, nagyon jól látjátok ezt. Hát nagyon fontos az, hogy az identitás tudat megtartásában a közösségek nagyon erős szerepet vállalnak, és hogy ezt a közösségi életet élni tudják a magyarok, ezért rengeteg eseményt szerveznek. Hát mi Los Angelesben a tavalyi évben majdnem minden hétvégén részt tudtunk venni valamilyen magyar eseménybe, hol segíteni, hol dolgozni, hol csak részt venni, szórakozni, akár egy magyar koncerten. Szóval elég népes közösségi élet van, magyar közösségi élet Los Angelesben. Az együttesen mennyi lehetőségetek van bemutatkozni? Körülbelül éves szinten, már évek óta, évtizedek óta az együttesnek vannak, ugyebár a magyar események az egyes számú célpont, ahol a magyar együttes létre, és hát fel tud lépni. Hála jó Istennek az elmúlt 2 évben új programokat, új eseményeket szerveztünk párommal, és így nagyjából olyan éves szinten, olyan 5-6, tavalyi év ez egy kicsit sűrű volt, akkor 10 műsorunk is volt, de ez egy, én azt veszem észre, hogy ez egy növekvő tendenciát mutat, mert az együttest egyre jobban ismerik, hogy megfiatalodott az együttes, majd arról is szeretnék egy pár szót mondani. Egyre több eseményen fel tudnak lépni, hála jó Istennek. Egy pici nemzet vagyunk, legalábbis az amerikaiakhoz képest mindenképpen. Milyen volt megszokni Kaliforniát? Én azt hallottam, hogy ott minden óriási és tényleg grandiózus. Igen, igen, ez egy mik hatalmas... Mik voltak egyébként az első benyomások? Erről egy picit mesélj már nekünk. Hát egy hatalmas élmény volt. Nagyon jól látod, óriási Los Angeles. Hát gyakorlatilag egy fél Dunántúl nagyságú városról beszélünk. És hatalmasak a távolságok. Ez egy kicsit meg is bonyolítja a Los Angeles-i eseményszervezést, mert vannak olyan magyarok, akik, vagy például nekünk is volt olyan táncosunk, aki napi szinten megtett mondjuk 100-150 kilométert ahhoz, hogy eljusson táncpróbára, és ez mondjuk problémás tud lenni azért az eseményszervezéseknél is, mert tényleg arra kell gondolni, hogy az a körülbelül 100-150 ezer magyar ember, aki ott él, vagy magyar származású ember, ez egy fél Dunántúlnyi területről kell, hogy egy pontba megérkezzen, amikor egy eseményről van szó, szóval egy kicsit ennek a logisztikája azért problémás tud lenni. Ezen kívül mik voltak, amikre úgy igazán rácsodálkoztál? Gondolom előtte tájékozótatok interneten innen-onnan, de azért biztosan voltak olyan dolgok, amik azért megkökkentőek voltak, akár a magyarok életteréhez képest, vagy szokásainkhoz képest. Mi az, ami teljesen más, egy picit mesél nekünk erről? Igen, hát ha finoman tudok erről fogalmazni, remélem, hogy tudok. A magyarok egészen más, hogy állnak egy magyar rendezvényhez ott. Ugyebár az egyes számú célja ezeknek a rendezvényeknek, amint már említettem is, az identitás megtartása, a magyar kultúránknak a nem ápolása, ezt mások úgy mondják, hogy nem ápolni kell, hanem művelni. Hanem van egy olyan szerepe ezeknek a rendezvényeknek, és ez minden egyes rendezvényen megfigyelhető, hogy az ilyen klasszikus magyar, és hogy mondjam, ha lehet így mondani ilyen szóval, hogy ilyen piros csizmás, néptáncos gondolkozásmód, ez nagyon él ott, de mindenben él. Tehát, hogy a magyaros ételek vannak felszolgálva csak és kizárólag a cserkészeteknél, csak magyar témájú események vannak, tehát ha például egy keretmese van egy cserkésztúra alkalmával, akkor az a keretmese az egy csak valamilyen klasszikus magyar történet lehet, egri csillagok, honfoglalás. Szóval számomra az volt a meghökkentő, hogy bármilyen magyar esemény van, a magyarság öntudatának az átadása az egész eseményt és az egész rendezvényt áthatotta. Csupa életteli dolgokat soroltál itt nekünk, de nem tudok elmenni amellett, hogy megkérdezem, hogy milyen most a járványügyi helyzet kint. És rákapcsolódóan megkérdezném, hogy megállt most ott az élet? Mi csak hírekből tájékozódtunk, hogy amíg ott voltunk, hogy Magyarországon mi folyik, milyen helyzet volt itthon. Én azt tapasztaltam, hogy nagyjából olyan
helyzetet lehetett ott is elképzelni. Olyan helyzet volt ott is, mint itthon, olyan nagy változás nem volt a kettő között. Mivel ott van tengerpart, ott azért csak folyamatosan napsütés, egy kicsit én azt vettem észre, hogy az emberek nehezebben viselték ezt a bezártságot. Például Kaliforniában majdnem minden egyes óceánparti szakaszt lezártak. Azért ez egy Kalifornia embernek ez egy elég nehéz dolog, nehéz ezt feldolgozni. Én azt vettem észre, hogy ott is körülbelül olyan helyzet van, mind a lezárások tekintetében, mind a vírus terjedésével kapcsolatban. Csak hát igen, ez egy másik téma, hogy azért Los Angeles az egy hatalmas város, és ott egy picivel sűrűbben élnek az emberek, ott egy picivel jobban terjedt a vírus. De ez a mi szempontunkból, hála jó Istennek, nem volt releváns, mert mi például a helyi magyarság körében senkiről nem tudtunk, akit ez érintett volna, hála jó Istennek. És maradjon is ez így. Maradjon is ez így. Most azt hallom, hogy a felfutó helyzet miatt ott ismét lezárások lesznek, de hát ez majd a jövőnek a zenéje. Beszéljünk picit pozitívabb dolgokról. Mi hiányzott itthonról a legjobban? Fú, ez egy nagyon jó kérdés. Hát mivel már évek óta ott azért megerősödött a magyarság, a magyaros ételek, a magyaros témájú események, azok már így kialakultak, már ott is be lehet szerezni magyar kolbász, csípős paprikát, magyaros ételeket, de azért megmondom őszintén, édesanyámnak a jó főszély, azok nagyon, nagyon hiányoztak. Igen, nagyon érdekes dolog ez, hogy például a helyi magyarság hogyan tanulta meg a helyi alapanyagokból elkészíteni a megszokott magyaros ételeket. Nagyon érdekes variációk voltak, még a pálinka főzésre is volt példa, csak hát ott nincsen úgy szilva, és nincsen úgy mondjuk körte, ott például megoldották citrusokból, narancsból, citromból a pálinka főzés, de hát ez egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. Furcsa alternatívek. Igen. Sajnos egyetlen percünk maradt, de azt kell, hogy mondjam, hogy hazatértél ugye a Debreceni Népi Együtteshez is. Igen. Mennyire hiányzott az együttes, mennyire tudsz most aktívan velük együtt élni, mik a itthoni további célok, mikor láthatunk titeket? Igen, hát a Debreceni Népi Együttes nagyon fontos számomra, ott kezdtem el táncos pályafutásomat, anya együttesemnek mondom, és most egy nagyon nagy projektben készülünk éppen, majd minden második nap próbálunk, ugyanis szeptember 11-én az együttes bemutatkozik az új műsorával, a Funtinelli Boszorkány című alkotásból készül egy Tűzlilium című előadás. Körülbelül egy órás előadásra lehet számítani, a szabadtéri színpadon lesz este megtekinthető. Akkor mi biztosan ott leszünk, és javasoljuk, hogy minél többen jöjjenek, garantált az élmény. Legyen úgy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.